Most pedig elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor meghallgatjuk azt a beszélgetést, amelyet Anne Schnell-lel, a hamarosan a Budapestre érkező Jojo Effect énekesével készítettem. A Jazzy Fesztivál fellépője lesz a Jojo Effect, és biztos azt a dalt is eljátsszák majd, amelyik a beszélgetést követi, de indítsuk el ezt a bizonyos beszélgetést azzal, megkérdeztem Antól, hogy annak ellenére, hogy a Jazzy gyakorlatilag indulása óta játssza a Jojo Effect dalait, mégis talán ráfér a zenekarra egy rövid bemutatás, hiszen akár olyanok is eljöhetnek a Jazzy Fesztiválra, akik nem hallottak a Jojo Effectről, menet közben kapcsolódtak be az egész jazzis világba, így nem tudják pontosan kikről és miről van szó. Szóval néhány szót arról, hogy hogy is indult a zenekar. Okay, our music started in the studio. Zenélni először a stúdióban kezdtünk, mindössze hárman. Aztán arra jutottunk, hogy ezt a zenét élőben is el kell tudni játszani, így bővítettük a zenekart hétfőre. Ez az a létszám, amelynek hangzása a legjobban megközelíti a CD minőségét, és eddig ez szól a legjobban. Amúgy a zenekar 2009-ben jött létre, a stúdió projekt pár évvel korábban. Beszéljünk most a stílusról, a műfajról, melyet a Jojo Effect játszik. Te hova sorolnád magatokat? Azt nem mondhatjuk magunkról, hogy csak egyfajta stílust játszanánk, ugyanis ha van egy dal ötletünk, akkor azt döntjük el, hogy melyik stílusban szól a legjobban. De tovább megyek. Élő fellépésen lehet megint más. De ha mindenképpen stílusokat kell mondani, akkor nu jazz, bossa, némi akusztikus, mármint a koncerteken, de végül is egy kicsit minden. Yes, a little bit of everything, but it mixes well. Jelentheti ez azt, hogy a koncerten majd teljesen más verzióban hallunk dalokat, mint ahogy a CD-n megszokhattuk őket? Not every song is really very different to this. Hát, ha nem is mindegyik más, de azért vannak változatok, sőt, vannak olyanok is, amelyek egyelőre fel sem kerültek a CD-re. Akárhogy is, mi mindenképpen élvezzük a zenélést, és azt, hogyha egy dal másként szól a koncerten, mint a lemezen. To hear the songs in another way than on CD. 2009-ben, amikor először beszéltünk, megkérdeztem, hogy szerinted mi az oka annak, hogy a német nu jazz szcéna ilyen erős? Szerintem az egésznek az a kulcsa, hogy a zenész legyen egyedi. Ha a saját dalomat adom elő, akkor tényleg tudom, hogy miről beszélek, érzem a dalt. Ez az egyik fontos dolog. A másik, hogy minél többet kell élőben játszanunk. Az élő zenének kevés a lehetősége, hiszen mindenki mindent letölt, viszont amit élőben adunk elő, arról azonnal felismernek. Ó, hát ez az a zenekar, mondják, és a siker valahol itt kezdődik. Ha már a fellépéseknél tartunk, merre és hová hívnak titeket mostanság? Az utóbbi években többször is jártunk Moszkvában, Pozsonyban, Lengyelországban, ugyanakkor viszonylag ritkán játszunk Németországban. Nem tudom miért, de tény, hogy többször játszunk máshol. Hadd faggassalak egy kicsit a közelgő budapesti koncertről. Próbáltok már? Mit lehet tudni? Vagy esetleg korai még erről érdeklődni? Nem, természetesen tervezünk, fogunk próbálni is. Az igazság az, hogy a próbákat gyakran kapcsoljuk össze kiskerti grillezéssel, ott ül az egész zenekar, eszünk, iszunk. Na de komolyra fordítva, játszunk majd ismert dalokat, és persze újakat is, egy jó kis egyveleget mindenből. A mixture of everything. Már rég meg akartam kérdezni, hogy a koncerteken játszotok-e feldolgozásokat? Saját dalotok van bőven, azt tudom, de mi a helyzet a feldolgozásokkal? Only one. We only have one. Csak egy van. Mindössze egyetlen feldolgozást játszunk, és ez a... And that's the beat goes on. La-di-da-di-di. Nos, ha már átdolgozás és régi dal, kíváncsi lennék, hogy rád ki volt hatással, amikor elkezdted a pályádat? Ez a teenager. Életemben először egy Michael Jackson koncerten voltam. Azt nem tudom megmondani, hogy még mindig hatással van-e rám, de tény, hogy akkor nagyon megérintett. Harcolnom kellett a szüleimmel, hogy elmehessek, mert még nagyon fiatal voltam. Ettől eltekintve nem tudok egy nevet mondani, csak azt, hogy pop és jazz énekesek, mindenféle benyomások. Vissza a budapesti koncerthez, akkor jöttök most mind a heten? Yes. Igen, és lesz 90 percünk arra, hogy egy jó bulit csináljunk. Az új albumról biztosan megszólal majd a That's What You Get, de persze lesz a Not With Me és az I Shouldn't, I Wouldn't is. Még nem teljesen állt össze a program. Yes, let's see what the program will look like. Mi a véleményed? Szükséges, feltétlenül szükséges angolul énekelni? Necessary? No. No. Hú, hogy szükséges-e? Nem, egyáltalán nem. Játszunk mi egy német nyelvű dalt is, előadtuk Moszkvában és Pozsonyban is, a pasik pedig imádták, mert testbeszéddel magyaráztam el nekik, hogy miről szól a dal. Szóval vicces volt látni, hogy úgy is értik, hogy valójában egy szót sem értettek. Without them understanding a word.